József Attila, István a bányász. István rút, nincs tükör kamrácskájában. Az ajtóban megáll, de nem fordul vissza. Lesütött fejjel lassan, ingósan elindul. Az akna bejárónál várják társai, oda köszön. No, ezt már megint a rossz élek szállta meg? Mondja valaki félhangosan. Azt szállja meg, aki... Vágja oda. És elhallgat. De megáll. Kiszámított mozdulatai megmerevednek, úgy, ahogy félig a földre hajolva a lámpás után nyúl a keze. És amaz már megy. István erős, mint a kifejtetlen szén. István nem szíveli a munkavezető. István az, aki a robbantásoknál mindig hátra marad. Most is az új aknában dolgozik, melyet tárnává szélesítenek, mert kell a szén a mozdonyokba, meg a tűzhelyekre. István nem utazik, és nem rak tüzet. Hogy hazamegy este, mert mostanság nappali munkás, lehányja ruháját, és lefekszik. Istvánnak nem kell a szén. Kezében a dinamit patron. Nem fél tőle, de nem is bánik vele megvetően. Csak az jön az eszébe, ha most. Mind elpusztulnának itt, legalábbis ő maga. Csak az óvónő énekelne tovább a gyerekekkel, mert az óvónőre süt a nap, és a gyerekekre is süt. Hal doktor úr a többieknek, a családosoknak segélyt utalna ki. Ha ő volna hal doktor úr, nem törné magát annyira a bányáért, hanem földet venne magának, és szántana, betne meg aratna. Az óvónő se kedveli a bányászt, mert hogy a bányász mindig piszkos. Nehéz tenyerében a dinamit nyugodtan, tisztán aludt, mint tokjában a családi ékszer. Letérdelt, hogy a robbanó anyagot beépítse. A gyújtó zsinort már kiegyengedték a többiek, és akik még elő voltak, lassan szededőzködték a szerszámokat. Tulajdonképpen jó a szénnek, gondolta. A szenet nagyon szeretik. Igaz, a szén szép, és fekete, és csillog a napon, mikor a vagonokba rakják. Valaki azt is mondta, hogy ami föld alá kerül, fa, kutya, ember, abból szén lesz. Furcsa. Hogy lesz az emberből szén? De lehet, van benne valami, mert hová lesz az ember, és honnan lesz a szén? Hanem mégis furcsa. Ha ő szén lesz, hát ő bele is belévágják majd a csákányt, és ő sem védheti magát. Eddig úgy volt, hogy mind megadta az árát, aki belé kötött, csak mégse lehet, hogy ezután. Hátra nézett, hogy van-e még a közelben valaki, és észrevette, hogy fölötte, ahol a patron befedezte, egy kiálló tömb mindjárt lezuhan. A dinamit csattant át agyán, és rögtön utána ordítás. Fussatok! Már hason feküdt, és épp annyi ideje volt még, hogy a kitúlt patront odább taszítsa. De a szénszikla mennydörögbe Istvánra zuhant. Arasznyi távolság kínban meggörcsölt ujjai és a megmentett patron között. És egy arasznyi csönd. És aztán küntről elhozta az elektromos áramrobbanást. Odafönn a főkanász már utasítást át, hogy miképpen lássanak a további munkához. István hiányzik. Emberek, utána kell nézni, hallatszik az utasítás, mert amilyen lassú mozgású bolond, biztosan lemaradt.
és István fekszik. Körülötte szén, szén, szén. És arca, teste egészen fekete. Lassan fölemelik, fölviszik, és lefektetik a fűre. A nap süt, és ő csillog. Már merevül, és kemény lesz, és hajdíthatatlan, és majd olmos, mint a kutatott kő. Egész testéből még egyetlen meleg lehelet száll föl a magasban.